Gárdonyi Géza 1897-ben vásárolt házat Egerben, hogy végleg letelepedjen. Ebben a házban születtek legértékesebb művei, az egri csillagok, a láthatatlan ember, az én falum, a bor, az Isten rabjai, Fehér Anna, az Ábel és Eszter, és itt írta a Fűzfa levél, Nyárfa levél című verses kötetét is. A vár felett vagyunk, mégpedig abban a házban, ahol Gárdonyi Géza élt és alkotott. Hogy került Egerbe Gárdonyi Géza? Hát a millenniumi események egy kicsit elfárasztották Gárdonyi Gézát, és arra gondolt, hogy mindenképpen valahol vidéken keres magának nyugodt, békés, alkotói közeget. Több helyen járt, Dunántúlon is járt, Dunaharasztiban is például, Leányfalun is, és akkor arra gondolt, hogy a naplójában írta, elnézek én egyet Egerbe is, megnézem azt a helyet, ahol annak idején a tanítóképezdét elvégeztem, és ő is átsétált a váron, és feljött erre a területre, amit akkor Hóhérdomnak neveztek. Ahogy később írta, egy kedves néni ült itt ezen a helyen, akinek a szemébe pillantva Gárdonyinak azok a gondolatok jutottak eszébe, hogy ez a néne talán Sors néne lehetett, aki megvárta Gárdonyit, hiszen sok száz év alatt milliónyi történetet gyűjtött össze, ami arra várt ezen a helyen, hogy Gárdonyi Géza megírja. Gárdonyinak megtetszett ez a hely, különösen a vár közelsége, illetve az, hogy az egész várost láthatta erről a helyről, és úgy döntöttek a családdal, édesanyjával és a két fiával, hogy megveszik ezt a kis rozokaházat, felújítják és beköltöznek. És egy új élet vette kezdetét 1897-ben. Csak nem 25 évig élt itt, ugye? Milyen volt az élete? Mit lehet tudni? Hát nyilván mindig az irodalom történeti szempontból a munkásságáról van gondolom szó elsősorban, de hogy élt itt ő? Egy idő után szűknek bizonyult ez a ház, megvette a mellettünk lévő telket, a család átköltözött, és ő ide beköltözött egyedül. Nagyon korán reggel kelt föl, mindig nekilátott a munkájának. Ha nagyon elmélyülten dolgozott, volt egy egyezményes jel a családdal, a külső köpenyajtó zárva volt, és ilyenkor még a fiai és az édesanyja sem zavarták. Nagyon szívesen ült ki a teraszra, illetve sétálgatott a kertjében, nagyon sokat gondolkodott, pipázgatott, itt születtek a nagy ötletek, a nagy gondolatok, de nagyon sokat ült íróasztalánál is, olyan is volt, hogy napokig szinte ki sem mozdult, ha ihletet kapott, ha elkapta a fonalat, akkor addig dolgozott, amíg nem végzett. Nagyon szerette ezt a helyet, ahogy ő mondta, falut teremtett magának a városba. Először kisebb telkeket tudott megvenni a ház környékén, később a Márton-Firédből, itt fölöttünk is egy nagyobb telket megvásárolt, egy közel 4 holdas kis birtokot tudott kialakítani. Ebben volt sétakert, veteményes kert, gyümölcsös kert. Az egriek csodájára jártak ennek a sétakertnek, hiszen nem volt divat akkor, hogy valaki a házában parkot létesítsen, de Gárdonyinak kellett ez a nyugalom, hogy sétálhasson, hogy a barátait fogadhassa, hogy átgondolhassa a dolgokat, a műveket, az életet.